Átadta a Marosvásárhelyi Városvezetés a Maros híd munkatelepét a kivitelező cégnek. A munkálatok azonban leghamarabb jövő hónapban kezdődnek. Első szakaszban a híd alatt fognak dolgozni, így nem kell forgalomkorlátozásra számítani. A hidat egyébként egyszer sem javították fel 1984-es átadása óta. Egyre rosszabb állapotban van a Marosvásárhelyi Maros híd, több mint 3 évtizeddel ezelőtti átadása óta ugyanis a tartószerkezete jelentősen meggyengült. A létesítmény keresztgerendái előregettek, a befolyó víz pedig már a betonréteget is kikezdte. A híd egyesülés lakónegyedbeli oldalán már jókora betondarabok is leszakadtak, erre egy marosvásárhelyi lakos figyelt fel a napokban. Híradónknak azt mondta, lassan már életveszélyes a Maros híd. Úgy néz ki, hogy a végét járja, a rozsda megette a fémszerkezetet, a beton málik le, egy pár napja esett le ottan egy nagy darab. Ez így működik sajnos. A városvezetés korábban bejelentette, hogy a híd teljes felújításra szorul, a munkatelepet múlt héten adták át a kivitelező cégnek. Jelenleg egy betonkeverő jelzi, hogy itt hamarosan elkezdődnek a munkálatok. Emellett jelenleg az Aquaser vízszolgáltató dolgozói készítik elő a terepet. Azt mondták, 2 héten belül elkezdik a vízvezetékek korszerűsítését. Tárgyalásokat folytatunk még az Aquaser vízszolgáltatóval is, hiszen bizonyos vízvezetékeket, amelyek összekötik a várost az egyesülés lakónegyeddel, el kell költöztetni, illetve korszerűsíteni kell, mert már nagyon régiek. Ami a munkálatokat illeti, 2-2,5 évig fognak zajlani. Idén nem dolgozunk a híd felső részén az úton. Tervek szerint a munkálatok első szakaszában ugyanis megerősítik a híd szerkezetét. A híd felső részén leghamarabb jövőben dolgoznak majd, hiszen ehhez szükséges az átkelő félsávos vagy teljes lezárása. A tervek szerint a forgalomkorlátozás idejére egy ponton hidat állítanak fel a katonaság közreműködésével. A Maros híd teljes felújítása egyébként 13,5 millió lejbe kerül.